Sokan vannak, akik nagyon nem szeretik a telet, és ha pénzük is van hozzá, szívesen elutaznak valahová délebre, hogy a nyár melegét, az áldott napsütést élvezzék. A napimádók számára és azoknak, akik már most tervezgetik, hol töltik majd a nyári pihenést, bemutatjuk a piac téren található utazási irodát, ahol sokféle ajánlattal várják az érdeklődőket. Enikő, hány éve is működik ez az irodája? Hát imáron már úgymond 4 éve, ebbe az évben mondhatjuk azt, 2009. decemberében nyitotta az iroda, Bonafini Binder utazási irodaként működünk itt az Exclusive Change pénzváltó iroda emeletén, ami itt Tiszafüreden a piac téren található. Kérek szépen egy felsorolást, mi minden szolgáltatást nyújtanak? Én azt gondolom, hogy maga az iroda, ez a kis iroda itt egy széles palettát tud nyújtani az utazni vágyóknak, és ha most itt ragadhatom meg az alkalmat, akkor elmondanám, hogy mivel is bővelkedünk itt. Repülőjegy értékesítéssel foglalkozunk, illetve szállodákat foglalunk be, egyéni, illetve csoportos kirándulásokat szervezünk, és azt gondolom, hogy sokak számára nem ismeretlen az, hogy a kulturális programokra, illetve rendezvényekre itt áruljuk ezeket a Ticket Express, Interticket, Ticket Portál jegyirodának a kihelyezett része van itt meg Tiszafüreden. Úgyhogy ilyen tekintetben úgymond szervezzük az utakat kívánság, illetve igény szerint. Önök egy nagyobb szervezethez tartoznak, vagy mi, ami megkönnyítheti a munkájukat, hiszen nem egyedül kell esetleg az összes partnerrel tartani a kapcsolatot? Természetesen, hogy maga az utazásokat bonyolító irodák közül vannak, akik szervezik az utakat, illetve vannak, akik közvetítői. Mi közvetítőként vagyunk jelen a piacon, mint közvetítő iroda, és nagyobb utazási irodáknak úgymond a szervezett útjait úgymond promotáljuk. Kérhetnék néhány felsorolást, hogy milyen országok azok, amelyek utána leggyakrabban érdeklődnek a tiszafürediek? Hát igen, elsősorban azt gondolom, hogy mindenki a pihenni vágyását szeretne egy jó kis tengerparti úttal úgymond kibontakoztatni egy jó kis napfényes kávés területen. Így elsősorban azt gondolom a Görögország, ami fölkapott, bár az utóbbi évben jellemző a Horvátországnak a látogatottsága is, meg hát Spanyolország, meg egy kicsit talán a keleti régióba úgymond a távol-keleti országrészek is, mint kulturális programok, azért erre is van igény és érdeklődés. Az önök számára melyik az évszaka a nagyobb munkát? Tehát mikor kopogtatnak be többet? Hát én azt gondolom, hogy mondhatni azt a téli időszakban, amikor valahol ez az egzotikus utazásokról van szó, és szezonálisan úgymond a nyári időszak az a szabadságolások, a családoknak úgymond egy olyan fajta időszaka, amikor együtt tölthetik ezt a fajta 1-2 hetet, és most nem utolsó sorban akkor itt megragadnám megint a mi kis régiónkat, ez a Tiszató régió, ahol szeretnénk ezt prezentálni, ezt a kis régiót, a Tiszatavat, és mint belföldi turizmussal is úgymond foglalatoskodunk, és ajánlunk ki programcsomagokat az elkövetkezendő időben főként. Mennyire keresik a vendégek, akik önöket meglátogatják, a magyarországi célpontokat, akár Tiszató, akár nem tudom én, fürdőhely? Én azt gondolom, hogy egyre többen nyitnak a természet felé való nyitottságuk, az a fajta lecsendesedés, úgymond, amikor a természet közeliség, a természetnek a szépsége, és ma azt gondolom, hogy most itt jelen esetben bővelkedhetünk mi ezen a területen, és egy kis kitekintés is van Hortobágy felé. Úgyhogy én azt gondolom, és bízom is benne, az eddigiek is azt igazolták, hogy egyre többen vállalkoznak úgy, hogy fogják magukat 1-2-3 napos programként is, és úgymond kiruccanás gyanánt lelátogatnak a Tiszatóra. Hédit kérdezném arról, hogy milyen ma egy korszerű utazási iroda? Mennyiben változott esetleg a szolgáltatás, a kínálat? Miben kell esetleg újítani ahhoz, hogy egyre népszerűbbek legyen? Hát ahogy Enikő is elmondta, ugye az alapvető
cél az, hogy minél szélesebb paletta legyen az irodában, ami azt jelenti, hogy nagyon sok utazásirodának a kínálatát megtalálják. Tehát gyakorlatilag, ha nem is innen viszi el a prospektust a kedves utas, akkor is, ha bárhol lát valamit, ide nyugodtan bejöhet, mert akármelyik utazásirodának az útját, hangsúlyozom, felár nélkül, mert itt térfitek vannak. Tehát azt gondolják a vendégek, az utasok, hogy az utazásiroda drágábban fog árusítani egy másik irodáit, ami nem igaz, hiszen ugyanazért az árét fogja megkapni a vendég, csak nem kell utána járni. Most amit mi viszont itt szélesíteni szeretnénk, és ez az, amiért mi most összedugtuk a fejünket az Enikővel, itt tavaly ismerkedtünk egyébként meg is, és valahogy egymásra találtunk ebből a tekintetben, és azt szeretnénk, hogy ami eddig itt fehér folt volt, hogy a tiszafürediek ne utazzanak el más városokba, hogyha mondjuk akarnak egy külföldi útra menni. Ne kelljen átszállni Füzesabonyba, ha pesti indulás, ne kelljen Debrecenbe utazni, hanem próbáljuk meg, hogy hozzuk ide helyben a buszt, hozzuk ide helyben az üdülőprogramot, és próbáljuk meg, hogy mennyire lesz erre igény. Tehát most, ami elsősorban ugye szeretnénk, három olyan nagyon szép utat terveztünk, ami tiszafüredi indulással, nagyon jó minőségű szállással, nagyon jó idegenvezetővel, tényleg nagyon-nagyon kedvező áron, jó programokkal próbálunk tavasszal, illetve nyáron. Először egy toszkánai útunk lesz áprilisban, aminek a programja itt megtalálható. Májusban lesz egy nagyon kedvező áru, rövidebb lélegzetű háromnapos prágai útunk, és nagyon szeretnénk a nyáron egy határon túli magyar területre irányuló kárpátaljai kis háromnapos utazást tervezni, amit úgy gondolunk, hogy a magyar embereknek még elég kevés része járt be, és a nagyon-nagyon távol, illetve közeli tervekben sem szerepel. Tehát valahogy még ez most nem menő, hogy úgy mondjam, hogy Kárpátaljára utazzanak az emberek. Enikő, hogyha az utazási eszközt nézzük, akkor melyik a közkedveltebb? Az autóbusz, ami ugye lassabb, vagy pedig a repülő, ami drágább? Hát ez elég viszonylagos. Attól függ, hogy kinek mekkora a türelme, az ideje. És a pénztárcája. Így igaz, mindenféleképpen meghatározó. Én azt gondolom, hogy mindkét utazási eszköznek úgymond megvan a saját maga pozitívuma és a negatívuma is. Úgyhogy ezek inkább csak fölfogás és gondolkodásmód tekintet, meg nem utolsó sorban pénztárcának a függvénye, úgymond. Hédi azt mondta, hogy bárhova el lehet jutni tulajdonképpen az önök közreműködésével, de volt esetleg már olyan, amikor gondot okozott, hogy kinek a segítségével juttassák el az utast, a turistát egy bizonyos megadott, nem tudom, mint Afrika közepére? Hát mivel, hogy szeretném azt mondani, hogy az utazási iroda itt, ami jelenlévő itt Tiszafüreden, ez egy budapesti központi irodának egy kihelyezett irodája, és az a fajta segítségnyújtás, ami az én szakmai tudásomnak a hiánya, úgymond, akkor kérem a segítségüket, és mindenféleképpen megoldjuk ezeket a problémákat, úgymond, hogy hogyan és miként utaztassunk távoli országokba, innen Tiszafüredről családokat. Úgyhogy ez az én szakmai hiányosságom, vagy talán mondhatni az a fajta rutintalanság, amit kérhetek, mint segítség. Úgyhogy mindenféleképpen ilyen tekintetben biztonságot tudok sugallni az utazni vágyóknak, hogyha ide betévednek. Ha holnap reggel bekopog ide valaki, hogy ő 15-ére San Franciscóba kér repülőjét, okoz ez valami gondot? Abszolút nem. Semmit, sőt, napra készen fogjuk tudni neki foglalni a helyet, és itt már át is veheti a jegyet. Kifizetve és átvehetve a vouchert, mindent. Hédit arra kérem, beszéljünk még egy kicsit a jövőről. Mit lehet még újítani, változtatni, fejleszteni? Kell ötletelni, vagy pedig valahol vannak kész tervek a fiókban, amit csak elő kell venni? Kell, nagyon kell ötletelni. Most itt pont nem a kiutazással kapcsolatban ötleteltünk, ahogy Enikő egy picit érintette, hogy a itteni, tehát a helyi turizmust felfejlesztve, nagyon szép programokat állítottunk össze, tehát azoknak a vendégeknek, akik majd beutaznak Tiszafüredre. Tehát nagyon jó kis programcsomagokat, Hortobágyjal, kisvasúttal, ökocentrummal, sétaúttal, ártéri sétaúttal, tehát tényleg próbáljuk, azt a hiányt, azt az űrt itt most betölteni, amit
Hát amit eddig én se tapasztaltam. Én ugye 4 éve vagyok itt, és bizony tapasztalom ennek a hiányát, hogy ezt a gyönyörű szép területet nem tudja senki eladni, vagy nincs rá megfelelően felkészülve. Tehát nagyon sok ilyen programot kiötleteltünk. A másik pedig az, hogy a szervezett kiutazásoknál, ugye, amiben én jöttem itt a képbe, illetve besegítek, hát igen, nekem nagyon sok van talomba, hiszen 30 éve dolgozom az idegenforgalomban, nagyon nagy rétű a kapcsolatom a régi kollégákkal, ugyanúgy a külföldi partnerekkel, és gyakorlatilag, amit kitalálnánk, bármilyen desztinációt nem kerülne nagy munkába megcsinálni. Úgy, ahogy most ezt megcsináltuk, ezt a Prágát, vagy a Kárpátalját, ugyanúgy elmehetünk Lengyelországba, vagy bárhová a környékre. Nyilván figyelembe vesszük azt is, hogy ugye az anyagi helyzet nagyon rányomja a bélyegét most az utazásokra. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy azért mennyibe kerüljön az az út. Tehát, hogy az a réteg is, aki azért nem olyan nagyon sokat keres, azért az be tudja vállalni. De én úgy gondolom, hogy ezek a kis háromnapos utak, ezek árban olyanok, hogy azért ezt azért úgy meg lehet még kockáztatni, hogy azért egy kellemes úton lásson az ember, tehát kitekinthessen az országból. Reméljük, hogy sikerülni fog. Még van néhány kérdésem elsősorban az irodamunkájával kapcsolatban. Említették, hogy más irodáknak önök is kínálnak programokat. A Tiszató, vagy éppen az Ökocentrum, amit Hédi említett, ez mennyire lett népszerű, vagy mennyire érzi azt Enikő, hogy megnőtt az érdeklődés a térségében? Én azt gondolom, hogy bármelyik területet is vesszük, ez azért mindenféleképpen egy pozitív attrakciónak számít az Ökocentrum, vagy a Kalandszigeti Tiszafüreden. De emellett el kell mondani azt a fajta őszintességet és igazságot is, hogy az internet az nagy teret tud most a kíváncsiskodók, illetve az utazók körében kiváltani. Tudnélik, nagyon sokan az interneten keresztül keresik fel ezeket a helyeket. Ezt már hallottam szállodáknál, szállásadóknál is, hogy teljesen bevált gyakorlat az, hogy az interneten keresi a szállás. Igen, és ennek valamilyen szinten örülünk is, csak amit mi még szeretnénk itt maga a régión belül úgymond fölvállalni, az, amikor ide jön a kedves turista, fölkarolni, kézen fogni, és mi itt helyi, szakmabeli ember, aki a helyi sajátosságokat ismerve egy kicsit vezetni, mit érdemes megtekinteni kulturális értékként, vagy mi az a fajta természeti adottság, amit mindenféleképpen meg kellene néznie, látnia. Itt gondolok egy naplementét, itt a Szabicski kötőbe kivinni a tanúsvényt megmutatni, amit már lehet, hogy kevésbé tudnak az ideérkezők. És valahol azt gondolom, hogy az irodának elsődleges funkciója mind a mellett, a többi mellett ez, hogy maga az, ahol élünk, az, ahol vagyunk, ezt kellően tudjuk prezentálni, és kellően tudjuk kínálni, és azt a fajta pozitív értékkel elhagyni Tiszafüredet, hogy azt mondja, hogy jövőre is itt vagyunk. Köszönöm szépen, nagyon sok mindent megtudtam erről az irodáról és a működéséről. Befejezésül még egy-egy kérdés. Ha önök nagyon-nagyon el szeretnének utazni valahova, mi lenne az úti cél? Hát ez érdekes. Elmondhatom most, hogy az utóbbi években én nagyon sokat utaztam. Nagyon sok-sok kultúrát sikerült megismernem. Mindegyik egyfajta kis értékként van az én kis lelkemben. És hát ha most valahová szeretnék elutazni, akkor azt gondolom, hogy a tengeren túlra. Azt a nagy metropoliszt, azt a fajta világvárost, ami igazándiból valahol még talán mondhatni azt, hogy hiányként szerepel. Ez magassági távlatokban is azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. És aztán azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, nem elfelejtkezve a hazai területekről, azért még számos olyan hiányosság van bennem, ahol Magyarországot kellene igazándiból úgymond megismerni, ez az ismerd meg hazád, úgyhogy számos területe van, ahová még vágyakozom. Hédi? Hát én ugye a szakmámból kifolyólag nagyon sok helyen voltam. Ugye 30 év alatt eljutottam közelebbre, távolabbra, egzotikus országokba, meg egyéb helyekre is, mint idegenvezető is nagyon sokáig dolgoztam.
Az az igazság, hogy én mostanában már inkább a magyarországi helyeket keresem föl szívesebben. Az eldugott helyeket? Igen, igen. Őrség például, ami nekem nagyon nagy örömet okozott. Tehát olyan fajta tájat és olyan fajta emberi embereket élt le, emberi megnyilvánulásokat ismertem meg, ami teljesen, tehát számunkra eddig ismeretlen volt. Tehát inkább most már úgy szeretünk a férjemmel is járni, hogy nagyon sok szép hely van még. Tehát vannak fehérfoltok, most ez nem jelenti azt, hogy nincsenek vágyaim, mert a dédelgetett vágyam, nem tudom, hogy sikerül-e még, nekem Mexikó. Nem a tengerpart természetesen. Tehát én ugye egy olyan nagyon szép körútra vágyom, ahol azért egyéb kulturális dolgokat meg lehetne ismerni. Köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer, és jó utat mindnyájunknak. Mi köszönjük, és további sok sikert mindenkinek.